Ebben a videóban úgy fogok játszani, hogy nem használhatok se kardot, se baltát, és csak is egy hátralök és egyes bottal ölhetem meg az ellenséget. Mindenképp nézzétek végig, mert a végén lesz egy hatalmas nagy bejelentés. Itt is vagyunk az első arénában, és ahogy látjátok, megvettem a lökősbotot. Bár az előbb elmondtam, hogy baltát nem használhatok, azt csak PvP-zésre és játékosolésre nem használhatom, de amikor ágyat akarok kiütni, ahhoz nyugodtan lehet, mert csak a fedést ütöm ki vele és nem ölök meg vele senkit. Na de most itt vagyok a sárgáknál, és hogyha minden jól megy, talán ki is tudnám ütni őket. Gyorsan ide felépítek, későn vettek észre, szóval hát ha ki tudom ütni az ágyukat, ami azt hiszem itt van, igen. Jó, sikerült kiütnünk. Itt van kettő gyerek kapásból, három is, te jó ég! Huha, lehet meghalunk, de legalább sikerült kiütnünk az ágyukat. Hát igen, szorult helyzetben nem nagyon jó a lökősbolt, benti PvP-kre nem túl alkalmas. Inkább a kinti harcoknál jelent előnyt. Na de most, hogy meghaltam, elvesztettem a szettemet is, szóval most eléggé kis mesztelenke vagyok itt. És ahogy látom, bent van kettő sárga középen, de inkább ide csalom őket. Én nem löklek le, haver, csak gyere ide, jó? Megbeszéltük. Azt a mennyien messzire elért. Azért ez durva volt. Na de most lelökjük. Jó van, megkaptam magáit, te jó, így mennyit ütött le a HP-mból. Jó, és ott a csapattársam megölte a másikat, király vagy. Egy kis kaja nem ártana, gyors veszek pár almát. És akkor már csak kettő sárgát kéne megölni, hogy megnyerjük az első arénánkat. Csapattársamnak még már gyémát mevértje van, azt ez jól nyomja. Ha jól látom, fent van az egyik sárga, a Zsófika. Őt megpróbálhatjuk lelökni. A másik sárga pedig kiütötte az ágyunkat, de azt a megnyertük a játékot. Wow, hát ez nagyon gyors volt. Itt is vagyunk a második arénában, és épp középre építem az utat, hogy mi érjünk be először a gyémántért. Ilyenkor még úgy se kell nekem se kard, meg másoknál se szokott lenni. Könnyen be lehet férkőzni egy másik csapathoz és kiütni az ágyukat. Még egy gyémánt kellene, hogy meglegyen a hat, és akkor tudnák venni egy gyémánt mellvértet. Ó, szia! Ő nincs velem, azt hiszem. De hogyha be tudott jönni középre, akkor biztos van egy útja a csapatához. Azt az utat megragadva gyorsan kiütöm az ágyukat. Nemrég kezdődött a játék, szóval még nem hiszem, hogy fedtek volna. Ezt a csávót meg szépen kicseleztük itt. Igen, és nincsen befedve az ágyuk, jó zsír. Így ki tudom ütni gyorsan. Jó. És akkor gyorsan vennem kéne egy gumibotot, amivel tudnék harcolni ellenük. Azt hiszem, itt van, igen. Jaj, de közben beszorítottak oda. Azt a együtés lettem. Hát ezt nem hiszem, hogy túlélem, de hát ha meg tudunk menekülni valahogy. Gyerünk, itt jön egy kék. Én kék vagyok? Nem kék vagyok szerintem. Ja, de én kék vagyok. Jó van. Gyorsan kajálok egy kicsit. És akkor jön felénk egy sárga. Itt hát, ha le tudjuk lökni valahogyan. Ha jól láttam, jött ránk egy piros, igen, itt van. És mi se fettünk ágyát, hát akkor nekünk el kéne futni gyorsan. Egy bottal nem sok mindent tudunk csinálni a sziget közepén, szóval inkább elmenekülnék. És mivel a piros ütött ki, ezért én is megyek a pirosokra. De előtte itt a zöldeknél bevásárolok, hogy legyen egy csákágyom is, amivel ki tudom ütni őket. Ha jól láttam, jön ránk a piros, és a csapattársammal itt meg kéne ölni valahogy. Csak ő még nem tudja, meg a piros se tudja, hogy én most csak lökni tudok. Egy lökősbottal gyors neki megyek, jó, sikerült lelökni. Micsoda, leklácsolta, mekkora pro. És belagolt a szerver, de sikerült megölnünk. A csapattársam nagyon profinak tűnik, szóval megyek vele. Nem akarok lemaradni tőle, mert akkor külön-külön megölnek minket. Ilyenkor nagyon fontos a csapatmunka, hogyha kiütik az ágyatokat, és már csak ketten vagyunk. Mindig együtt kell lenni, és ez a... nem tudom, hogy egy gyerek laggol ennyire, vagy a szerver, mert össze-vissza ugrál. Jó, innen jött a piros, szóval erre kell mennem nekem is. És itt a csapattársuk. Váó, azta! Megölt a gyerek. Az előbb szépen megöltek minket, szóval eddig úgy állunk, hogy egy arénát nyertünk, egyet veszítettünk. Addig nem lesz vége ennek a videónak, amíg nem nyerek többet, mint amennyit veszítek. De ez a csapatomtól is függ, hogy ők mennyire játszanak jól, mert nem lehet mindent egy lökősbottal elintézni. Gyorsan be is vásároltam, és ahogy látom, jönnek ránk a kékek. Itt van a zsombi, jó, ott lelöktük. Itt van egy másik kék, őt is lelöktük szépen, és bent van középen egy, de ahhoz nem megyek oda, és leugrik magától a feneketlen mélységbe, és ott mozog bent középen egy piros is. Szerintem a kékekre megyek, mivel ők jöttek ránk a legtöbbször. Egy nézőm is köztük van, bár ő is rám jött egyfajtában, szóval nem kegyelmezek neki se. Gyorsan felépítek hozzájuk, hát ha lesz elég blokkom. Azta! Majdnem leölökött. Ez azért egy kicsit meglepett. Jó van, ide lejöttem, és megpróbálom majd innen oldalról kiütni az ágyukat, hogyha lehet. Jó, ezt a srácot itt lelöktük. Jaj, és itt van egy másik, jó, őt is le tudtam lökni. Hol van az ágy? Nem látom sehol. Ja, ott van! Ne! Pedig ott volt az ágy, csak nem vettem észre. De jó arc ez a srác, adott nekem egy gyémánt mellvértet, köszi szépen. Az egyik csapattársam épít egy várat, ami nem tudom, hogy mennyire előnyös, de jobb, mint a semmi, szóval jobb, mint hogyha afkolna és állna egy helybe. Legalább csinál valamit, és gondolom védekezik, hogyha támad az ellenség.
Ez a csapattárs, amit lesétált magától, hát ez haláli. Jó van, menjünk támadni mi is. Egy gumibottal nekivágunk a világnak. Szerintem megint a kékeket fogom megtámadni, mivel ők jönnek ránk folyamatosan. Bár ahogy látom, a pirosak is a kékekre mennek, szóval ez eléggé nagy szívás nekik. Kettő csapat is támadja őket, de én csak azért támadom őket, mivel ők is minket támadtak egyfolytával. Szóval én csak visszaadom. A pirosak is rájuk mennek, hát azzal nem tudok mit csinálni. De nem fogunk össze a pirosakkal, szóval hogyha látok egy pirosat, őt is megölöm. Ez fontos, mivel tilos összefogni. Közben ez a gyerek nagyon rám van szálva, és kiütötték a pirosak a kék csapatnak az áját. Szóval itt már semmi dolgom sincsen. Hagyom, hogy elintézik egymást, és megyek én a pirosakra. És szembe is jön velem egy piros, aki lepottyant oda. Jó van. Akkor kikerüljük egymást szépen. Jaj, megyek is az ágyukra. Hoppá, itt egy zöld, azzal nem kéne összekeveredni. Ott van egy víz 6000 nevű srác, aki nem tudom mit akar itt. Lehet, hogy csapdába akar csalni valahogy. Azta! Huha, lehet, hogy bele is estem a csapdába, és egy HP-val most üldöz a sziget közepe fele. Jó van, szerintem felépítek. Felépítek, és akkor egy magas utat építek a pirosakhoz, miközben töltöm a HP-mat, mivel egy HP az elég sokáig tart már, mire regenerálódik. Nagyon remélem, hogy nem kezdenek el majd íjazni, és nem fognak lelőni engem. Bár erre kevés esélyt látok, mivel a legjobb taktika az lenne ellenem, hogy lelőnek. Te jó ég, az a srác full gyémánt szedbe van. Mi a fene folyik itt? Észrevett az egyik piros. Nem hiszem, hogy meg tudnám ölni, mivel ilyen béna szettem van. De hogyha meg tudnám ölni, talán az ágyukat is ki tudnám ütni. Ja, hát még jó, hogy nem tudom megölni. Hát csak egy gumibotom van, várjál már, most jut eszembe. Ki kéne csalnom ide? Jaj, ne! És rámugrott a gyémánt szettes, micsoda! Szépen meglepett a srác, azért azt el kell ismernem. De nekem is sokkal óvatosabb kellett volna lennem. Itt egy piros elkezdett támadni minket, de jól le tudtam lökni. Beállt a sziget szélére, és onnan már könnyű ellenség volt. Elég hasznos ez a fal, amit a csapattársam ide épített. Oldalt, amikor megpróbálják megkerülni, csak ott lelökjük őket. Itt egy full gyémántszettes középen, aki ellen nem akarok harcolni, de talán le tudnám lökni, hogyha a sziget szélére állna. Igen, úgy ott. Azt is pont olyan köpenye volt, amit én csináltam még régen. Azt is le tudjátok tölteni a leírásba, leteszem azt is. És úgy látom, megint megy ránk a piros, őt is hátba kéne lökni valahogyan. Hogyha utal tudnám érni, de nem érem utal. Ó, és meg is fordult. Gondolom F5-ezott, vagy hallotta, hogy jövök. Leírom a csapattársaimnak, hogy megy. Így legalább tudják, hogy mire számítsanak. Bízom benne, hogyha szóltam nekik, hogy megy, akkor legalább ki tudják védeni. Bár ez nem így szokott lenni. Általában, amikor írom a csapatnak, hogy megy, akkor nem szokták figyelni rá. És igen, igen, ez szokott történni. Közben meg üldözött egy zöld, szóval ezt leráztuk. És megyek is a pirosakra. Ágy nélkül, egyetlen egy szál bottal próbáljuk kiütni az ellenséget. Felépítik így szépen. De úgy látom, hogy bement, de én nem merek utána menni, mivel csak egy botom van. Gyorsan feljövök ide a tetőre, és akkor megint ugyanaz a taktika, hogy ott megpróbálom kiütni az ágyat. Ha jól láttam, akkor íjazik, igen, igen, íjazik. Jó, szerintem megpróbálok ráugrani, hát ha ki tudom lökni, de nem tudtam. Jaj, ne! Hát ez síralmas volt, de semmi probléma, mivel ebben a menetben majd helyrehozzuk a bénázásunkat. És amíg így gyűjtem a vasat, addig el szeretném azt mondani, hogy hamarosan elérjük a 4000 feliratkozót, és ennek örömére el fogom készíteni a várva várt kérdez felelek videót, amit már annyian kértetek. Szóval, hogyha bármi kérdésetek van, kommentben írjátok le, és akkor a videóban majd megválaszolom. Na de menjünk is támadni a gumibotunkkal. Ahogy látom, a piros csapat ágyat már kiütötte az egyik csapattársam, de még mindig van a kékeknek és a zöldeknek ágya. És szembe jött velünk egy kék, akinek szintén gumibotja van. Szóval ez egy gumibot fight lesz most itt középen. Vagy nem, mert elmenekült, és itt egy zöld. Az sincs velem, de nem nagyon érdekelte, hogy itt vagyok. Ő inkább a kék után ment. És én is a kékekre megyek, hogyha ez az ő csapatuk. Igen, ott van fölöttem egy, aki nem nagyon úszná meg, hogyha rámugrana. Vagyis csak nagyon kevés AP-val, szóval szerintem nem érné meg neki, hogy rámugorjon. Itt az egyik csapattársam lent, a Bad Girl, szóval segítek neki és építek egy utat. Gyorsan, és hátba lökött valaki! És itt is vagyunk egy újabb nekifutással, és lehetőleg most ki tudom ütni az ágyukat. Kivéve akkor, hogyha ez a srác itt most pont megölne. Vagy nem ütöm ki az ágyukat, mivel a zöld pont most ütötte ki előttem. És a zöld csapat ágyát pedig a csapattársam ütötte ki. De jó, eddig semmit se csináltam. Szerintem ide elbújok és megvárom, amíg ide építenek. Jaj, ne, kiütötték a mi ágyunkat is közben. Itt fogom megvárni ezt a kéket, hogyha közel jön, akkor pedig lelököm. Pont így. Mi? Micsoda? Nem tudtam lelökni. Az hogy lehet? Szerintem itt van még, igen. Na most lelököm. Jó, végre leesett. Ha jól láttam, akkor a másik kék az ide felmenekült a padlásra, betömte ott az utat, és most akar felfelé menni, utat tör magának. Mivel benn nem sok esélyem van ellene, ezért én is felmegyek a tetejére. Hát, ha innen le tudom majd lökni valahogyan. Igen, ott jön ki, kidugta a kis buksiját, de mi vártunk rá itt fent, semmi más. Azt hitte, hogy megúszhatja, de nem. Meghalt a Foldy Beach-ben. Egy másik kék is meghalt, és már csak egy srác maradt, Levi 3, aki bármelyik pillanatban meghalhat szerintem. És igen, meg is halt a Levi 3 nevű srác, szóval megnyertük az arénát. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsétek el a kérdéseket leírni kommentben, és sziasztok!